Tisztelettel köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Célkeresztben című műsorunkat látják, amelyben ezúttal is a legfontosabb adai és zentai eseményekkel foglalkozunk. Adásunk kezdetén a halottak napjával, illetve a minket érő veszteségek feldolgozásával foglalkozunk, majd a különféle művészeti és szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos témák kerülnek előtérbe, hiszen szótejtünk egyebek mellett a zentai Sztefán Mokrányác alsófokú zeneiskola jubileumáról, a Zentai Magyar Kamara Színház legújabb előadásának bemutatójáról és sok egyéb érdekességről is. Ha tetszik a kínálatunk, tartsanak velünk! Van egy nap, amikor kimegy a falu a temetőbe, virággal és fénnyel, ami elmúlik, és békével, szeretettel, ami nem múlik el. Nincs már ezen a napon fájdalom, csak enyhe távoli szomorúság úszik a táj felett, mint maga az ősz bánatos, ködös álomra készülő ragyogása, fogalmazott egykor a halottak napja kapcsán Fekete István. Sokak szerint nincs annál szebb, méltóbb és ünnepélyesebb tiszteletadás, mint sötétedés után a sok kis láng apró fénypontjaival díszített temetőben emlékezni azokra, akik ugyan már nem élnek, de gondolatban, lélekben újra velünk lehetnek. A halottak napja mindenkinek mást és mást jelent. Az elhunyt szeretteinkre való emlékezés azonban mindenki számára fontos. Ezt az ünnepét, ezt támogatni kell. És nem csak olyankor rágondolni, mikor én velem baj történik, hogy jaj Istenem, hogy most mi volt, hogy volt. Itt mindig a holtakra tekintélyel kell lenni, és bizony gyertyát kell gyújtani. Én nekem az nagyon fontos. Nagyon fontos. És ahány halottan van, annyi gyertyát gyújtok. Minden áldott évben. Oda-haza. Még az el nem ég. Tehát én nekem ez többet ér, mint egy szilveszter vagy egy bármi. Mert a szeretteik ki az ember, ugye fölneveltek, küzdöttek értünk, a szülők mondjuk rá, a nagyszülők úgy szintén csak vigyáztak ránk, tehát mindenkinek van egy tiszteletadás részemről, hogy mindenki segített, hogy oda jussak, ahol vagyok. Hát sajnos nagyon-nagyon sok halottunk van. Nekem gyerekem is halt meg, a szüleim, fiatal hozzátartozók is. Most voltunk Csúrogon a megemlékezésen, ott a nagyapám van azon a sintírgödörbe elföldelve, ahogy nagynéném, a Teleki Júlia, aki ezt szervezi. Nagyon megható volt ez az ünnepség. Hát gondolunk évközben is a halottainkra, de ilyenkor fokozottabban persze. Nyilván megemlékezünk a halottakról, illetve a szeretteinkről. Nem is tudom, ilyenkor egy évben úgymond kidíszítsük a sírját, vagy én nem is tudom, annyira nem szoktam temetőbe járni, de ilyenkor mindenféleképpen kimegyek, meg minden apósomhoz, apámhoz, tehát ennyi. Most én nagyon őszinte leszek, hogy nem csak a halottak napja számít, mert egész évben mehetünk a temetőbe, nem csak halottak napján. Nő van halottak napján, ugye ez a megemlékezés, ez a legfontosabb, hogy megemlékezünk a halottjainkról. És ez a szokás, ugye csak az is megyünk a temetőbe. Halottak napján, vagy legalábbis annak környékén szinte minden család számára kötelező program, hogy kilátogassanak a temetőkbe, és gyertyagyújtással emlékezzenek meg elhunyt hozzátartozóikról, szeretteikről, akiknek sírjára ilyenkor sokan visznek virágot is. Most nem számít az, hogy ez az ünnep a virágról szól. Itt én szerintem ez az ünnep az én számomra egész éveken keresztül. Tehát amikor meghaltak a szüleim, már most bátyám is, meghalt sógornőm is, tehát fiatalok, idősebbek halottaim vannak, és én szerintem azokra egész évbe kell gondolni, és egy pár szál virágot kivinni. Én ezt csinálom, tavasztól őszig. Lényeg én számomra, hogy élő virág legyen. És én ezt egész évben betartom, úgyhogy nem csak a minden szentekre veszek virágot rájuk. A kertészért nem tudjuk megvenni, mert nagyon sok helyre kör virág. Általában itt a piacon nézünk szét, már néhány nappal előtte megnézzük, miért. Veszünk most már cselepeseket is, csoportos virágot. Szeretjük azt a szép nagyokat is, de sajnos az nagyon drága. Nagyon sok halottunk van sajnos már, és sok felé kell vinni, vidékre is. Mi péterévélyek vagyunk, ott is sajnos a szülők meghaltak, úgyhogy nagyon sok helyre kell, és minél
olcsóbban úgy szeretnék megúszni. Piacon, mivel ott a legolcsóbb szerintem, Koszorút vagy Ikebanát, ami már 3-4-500-nál közt már mindenféleképpen találunk, és akkor én futtában gyorsan szoktam csak megvásárolni, kimegyünk, és akkor állj. Én mindig a piacon szoktam megvenni ilyen cserepes virágot, ilyen nem azt az apróbbat, hanem ezt a nagyobbat. De szoktam Szegedről hozni mű koszorút, olyan serényvirágú, ami egész télen megvan, de élőt is viszek mindig. És akkor ezek, ha elhervadnak, az ott marad tovább. Úgyhogy, de különben mindig itt a piacon szerzem be a cserepes virágot. Ezeket szeretem. Ezeket a nagyobb, és cserébe van. Nem vágva van, hanem cserébe van. A halottak napja megünneplésének módja számtalan változáson ment keresztül az elmúlt évszázadok során. Az ünnep alapja, a halottak emlékének tisztelete azonban azóta változatlan, mióta az ember először veszítette valakit a szerettei közül. A téma kapcsán itt van velünk Viatov Hagymás Júlia, az Entai Közkórház pszichológusa. Szia, szeretettel köszöntelek. Sziasztok. Milyen folyamat a gyász folyamata, illetve annak feldolgozása? Nyilván ez most a legaktuálisabb, így a halottak napja kapcsán. A gyász folyamatnak bizonyos pszichológiai stádiumai vannak, amik általában minden gyászolónál megjelennek. Ilyen-olyan mértékben, néha valamelyik elhúzódik, némelyik rövidebb ideig tart, olyan is előfordul, hogy valamelyik kiesik. Nagyjából 5 részre osztható föl a gyászolásnak a folyamata. Az első rész a sokk fázisa, ami hát például olyan esetben, amikor hosszú betegség után veszítünk el valakit, olyankor általában nem jelentkezik, mert várható a halál, tehát föl vannak rá készülve a hozzátartozók. Hirtelen halálesetnél ez viszont elég gyakran jelentkezik. Ebben a szakaszban az a jellemző, hogy a gyászolók, a hozzátartozók nem akarják elhinni, tehát nem tudnak szembesülni ezzel a hírrel, a halálhírrel, és egyszerűen tagadják az egészet, azt gondolják, hogy ez csak valami félreértés, vagy félreinformálták őket. Ez általában egy rövid ideig tartó fázis. A második fázisa a gyásznak az, amikor a gyász, vagyis a halálhírtől a temetésig tartó időszak. Általában ez egy nagyon aktív időszak, mert ilyenkor ugye sokat ennivaló, elő kell készíteni a temetést, a tort, értesíteni kell a hozzátartozókat. Ez kétféleképpen zajolhat le az emberben. Van, aki ilyenkor túlzottan aktív, és mindent próbál kézben tartani és irányítani, és egy kicsit túlpörög, vagy ellenkező esetben nagyon passzívá válik. Általában itt még komoly, mély lelki gyászmunka nem folyik, amíg a temetés le nem zajlik. A harmadik szakasz az elválás vagy a szeparációnak a szakasza, amikor föltörnek ezek a fájdalmas emlékek, sírással telik ez az időszak, ha rá gondolnak a halottra, akkor sajnálják őt is, sajnálják magukat is a gyászolók. Ebben a szakaszban nagyon gyakran jelentkezhetnek különböző lelki betegségek idézőjelbe, illetve ezeknek a következtében mondjuk testi tünetek is jelentkezhetnek, tehát étvágytalanság, vagy alvászavar, vagy fejfájás, gyomorfájás, egyéb ilyen testi panaszok. Az ezt következő szakasz az az elfogadás szakasza, amikor ezek a nagyon negatív érzések már kezdenek a háttérbe szorulni, a gyászoló kezdi elfogadni azt, hogy úgy kell leélnie az életét, hogy a szeretett személy már nincs. A közelében nem vesz részt az életében, ilyenkor átveszik a kellemesebb emlékek a főszerepet, és ilyenkor inkább arra emlékszik vissza a gyászoló, hogy milyen jó volt az együttlét, az együtt töltött idő, milyen szép életük volt együtt, és az ötödik rész az pedig tulajdonképpen a feldolgozás
gyászolásnak a szakasza, amikor már el tudja képzelni a gyászoló azt, hogy hogyan fog tovább élni a szeretett személy nélkül. Na most ezeket a szakaszokat azért nagy mértékben befolyásolja az, hogy ki az, akit gyászolunk, mennyire közeli hozzátartozó, milyen volt a kapcsolatunk ezzel a személlyel, és hogy mi, mint gyászolók, milyen életszakaszban vagyunk éppen. Magát a feldolgozást mi minden befolyásolja, milyen tényezők, egyáltalán a szakember hogyan nyújthat segítséget ebben? Hát ez, amit említettem, hogy befolyásolja az, hogy ki volt a szeretett személy, mennyire közeli családtag, mondjuk egy szülő vagy egy gyerek elvesztése nyilván sokkal nehezebb, kritikusabb dolog, mint egy mondjuk egy nagyszülő, aki már eleve idősebb, és valahol tudjuk a tudatalattinkba, hogy előbb-utóbb el fogjuk veszíteni. Befolyásolja az is, hogy nekünk magunknak milyen a személyiségünk, hogy mennyire vagyunk, hogy mondjam, mennyire tudunk a stresszel megbirkózni, mennyire vagyunk érzékenyek ezekre a dolgokra, voltak-e korábban hasonló traumáink, vesztettünk-e már el korábban fontos szemét, ez is egy befolyásoló tényező, és maga a mi jelenlegi élethelyzetünk, hogy mi éppen az életünkben hol tartunk, hogy éppen diákok vagyunk, amikor nem is érdekel annyira bennünket más dolog, vagy szülők vagyunk, vagy nagyszülők vagyunk, vagy feleségek, vagy, tehát hogy a jelenlegi élethelyzet is nagy mértékben. A halottak napja tájékán mennyire jellemző az, hogy előtérbe kerülnek ezek a lelki folyamatok, illetve mennyire jellemző az, hogy a lelki krízisek újra előtérbe kerüljenek? Minden ünnep egyébként egy kritikus időszak tulajdonképpen a gyász kapcsán. Tehát, hogy ez attól függ, hogy mennyire friss az élmény. Hogyha ez a közelmúltban történt, mondjuk egy éven belül, akkor itt nagy mértékben lehet arra számítani, hogy itt egy kicsit fölelevenednek ezek a lelki megpróbáltatások. Ugyanúgy, mint egyéb ünnepekkor is, tehát hogyha mostanában veszítettünk el valakit, akkor nyilván karácsonykor számíthatunk arra, hogy az egy kritikus pont lesz, hogy ezért is mondják azt, hogy gyász év, mert egy év leforgása alatt azért minden ünnepen, szülinapon és vallási és egyéb ünnepeken átesünk, és hogyha már ezen átestünk, így vagy úgy, akkor mondhatjuk azt, hogy mondjuk feldolgozottuk a gyászt. Ugye elvonatkoztatva egy picit magától a halál tényétől, tudjuk azt, hogy a gyász folyamatot más esetekben is szoktuk alkalmazni, ugye mondjuk a szülők válása esetén, vagy pedig a szülői háztól való eltávolodás és egyéb olyan dolgok esetén, amelyek meghatározóak az ember életében. Ezeknek a feldolgozása mennyivel könnyebb, mennyivel egyszerűbb, vagy mennyiben jelent ez is problémát mondjuk akár egy fiatal számára? Azt is gyász folyamatnak nevezzük, amikor mondjuk válásról van szó, vagy szülői háztól való elszakadás, vagy párkapcsolatban szakítás. A gyásznak a menete tulajdonképpen ugyanaz, mint halál esetkor, tehát ugyanezeken a fázisokon megy keresztül a személy. Hogy mennyivel nehezebb vagy könnyebb, az teljesen egyéni. Az rengeteg tényezőtől függ, attól, hogy milyen időszak volt az azt megelőző időszak, mondjuk egy válást, ha veszünk példának, akkor hogy az egy, tehát hogy amíg eljutunk egy válásig, annak van egy menete előtte, egy elő élete, nagy mértékben befolyásolja az utána lévő folyamatot, az, hogy milyen volt az előtte lévő folyamat. Tehát, hogyha nagy csetepaték voltak, nagy veszekedések, nagy viták, esetleg agresszió, akkor jelenthet ez tulajdonképpen egy megváltást is, és nem föltétlenül éri sokként az illetőt. Nem gondolom azt, hogy egy ilyen más jellegű gyász az könnyebb lenne. Tehát ez személyfüggő és környezet és helyzetfüggő.
Ugye köztudott az, hogy októberben volt a Lelki Egészség Világnapja. Hogyan látod, ezek a tényezők mennyiben járulnak hozzá a lelki egészségünk alakulásához, illetve milyennek látod a vajdasági magyarok lelki egészségét, vagy egészségének szintjét? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Nem tanulunk meg, tehát az a baj, azt gondolom, hogy amíg nincs baj, amíg egészségesek vagyunk, akár testileg, akár lelkileg, azt természetesnek vesszük, és nem gondolunk arra, hogy mi van akkor, amikor nincs meg az egészségünk, akkor, hogyha azt elveszítjük, legyen az tényleg akár testi, vagy akár lelki. És azt gondolom, hogy itt nálunk egyenlőre az történik, hogy már a végső esetben jönnek csak el segítségért. Mondjuk én most ugye inkább a lelki dolgokról, tehát a pszichiátria oldaláról látom a dolgokat. Tehát, hogy az utolsó utáni pillanatban jönnek már el az emberek segítségére, amikor már úgy érzik, hogy nincs kiút, és most már nem tudnak mit csinálni. Ahelyett, hogy esetleg mondjuk, ha már itt a gyászról beszélgettünk előtte, hogy szépen megadják maguknak azt a lehetőséget, hogy elgyászoljanak valakit vagy valamit. Sokszor elfojtják az érzéseiket, vagy éppen túlzottan is belemélyednek a gyászba, nem hagyják kibontakozni az érzéseiket, legyenek azok akár pozitívak, akár negatívak, és akkor az elfolytásokból, ezekből a rosszul kezelt élethelyzetekből alakulnak ki aztán gyakran pszichiátriai problémák, és csak végső esetben jönnek hozzánk a páciensek. Nem tudom megítélni, hogy a vajdasági embereknek milyen a lelki egészsége. Sok betegünk van, ez tény és való, de azt gondolom, hogy ez nem vajdasági specialitás, hanem mindenhol a világban ez így van. Egyrészt azért, mert nehéz a mai embernek, mert nagyon nagy teher van a mai ember vállán. Miben látod annak az okát, hogy ahogyan te is fogalmaztál, szakemberhez csak akkor fordulunk a lelki problémáinkkal, amikor már valóban komoly a gond? Hát ez több összetevő, és azt gondolom, egyrészt van egy előítélet, amitről itt a műsor elején beszélgettünk, hogy én nem vagyok bolond, meg én nem vagyok hülye, én nem megyek ki az idegosztályra, és én ezt meg tudom oldani. És félnek attól az emberek, hogy ki fog derülni, hogy ő pszichiáternél vagy pszichológusnál járt, és akkor ezzel majd őt megbélyegzik. Másrészt meg sokszor tényleg azt gondolják, hogy meg tudják egyedül oldani, és sokszor a környezetük, a családtagjaik hívják fel a figyelmét a páciensnek arra, hogy itt most már jó lenne, ha segítséget kérnél, mert úgy tűnik, hogy nincsenek meg az eszközeid ahhoz, hogy megoldjad a gondjaidat. De az tudatosul abban, akinek problémája van, hogy neki problémája van? Ez változó. Van, akiben igen, van, akiben nem. Ez teljesen személyiség függő. Az előítéleteket említetted, mennyire jellemzőek ma az előítéletek itt nálunk? Egyre inkább látom azt, hogy csökkennek az előítéletek. Tehát kezdik az emberek elfogadni azt, hogy igenis vannak lelki problémáink, igenis vannak élethelyzeti problémáink, ami nem azt jelenti, hogy bolondok vagyunk, vagy hülyék vagyunk, vagy kisebb rendűek vagyunk, vagy kevesebbet érünk, hanem egyszerűen csak azt jelenti, hogy nem tudunk megbirkózni a társadalom és az élet felénk támasztott nagy elvárásaival. És, tehát, hogy vannak még előítéletek, de csökkenőben vannak, én azt látom. Annak reményében, hogy a mi magunk szerény módján mi is hozzájárultunk ezeknek az előítéleteknek a csökkentéséhez, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk. Én köszönöm a meghívást.
Csajkovszki, Haydn, Weber és más neves zeneszerzők művei is felcsendültek hétfő este Zentán, a Sztefán Mokrányác alsófokú zeneiskola fennállásának 69. évfordulója alkalmából megtartott ünnepi hangversenyen, amelynek keretében ezúttal az intézmény tanárai léptek színpadra. Különlegesebbnél különlegesebb produkciókkal lepték meg a közönséget a fellépő tanárok a Zentai Sztefán Mokrányác alsófokú zeneiskola megalapításának 69. évfordulója alkalmából szervezett ünnepi hangversenyen. Az intézményben ma már számos olyan tanár is oktat, akik néhány éve éppen ebben az iskolában váltak a zene szerelmeseivé. 7 éves koromban kezdtem el hegedülni, és hát anyukám hatására választottam a hegedű hangszert, mivel hogy én először oboázni szerettem volna, csak hát anyu álma az volt, hogy hegedűs legyek, és hát így a tanáraim hatására meg is szerettem nagyon a zenét, és én már 14 éve hegedülök. A zeneiskolában rengeteget jártunk el különböző koncertekre, külföldre is mentünk Magyarországra koncertezni, versenyekre, és itt hazai versenyeken is sokat vettem részt. És hát a legszebb élményem talán az, amikor először első díjat nyertem a nemzetközi versenyen. A Sztefán Mokrányác alsófokú zeneiskola diákjainak száma évről évre bővül. Az idei tanévben az intézménynek összesen 256 diákja van, akik 7 különféle zenei szak közül választhatnak. A zeneiskola jelen esetben nem csupán egy munkahely, nem csak egy feladatkör, amit az ember ellát. Végül is itt a zeneiskolai tanárok, szinte mindnyájan ugye gyakorló zenészek vagyunk, akik fellépünk, koncertezünk. Végül is ennek a szeretetét, illetve ennek a fellépésnek, illetve a szakmának a tudását kellene, hogy átadjuk a növendékeknek. Nagyon gyakran azt hiszik, hogy itt kötelezően valakit komoly zenére vagy színpadra akarunk állítani. Nem, tehát nem kötelező, nem muszáj, hogy valaki gyakorló zenész legyen, miután ezt befejezte, sőt, hát nem is ez a tendencia. Viszont annak ellenére a zene szeretete, tehát az, hogy egy hangszert megtanuljuk használni, és azt használunk úgy, ahogy akarunk. Tehát drága tanárnőm is az egyetemen, Vitka Inés Kovács Vera, ő mindig úgy kezdte a növendékekkel való foglalkozás, hogy drágám, ide azért jöttél, hogy megtanuld a hangodat használni. Az, hogy te mire fogod használni, ez már a te dolgod. A zenei nevelésnek köztudottan rendkívül sokféle pozitív hatása lehet a diákok fejlődésére, amit az intézmény oktatói is igyekeznek figyelembe venni. Nagyon gyakran azzal foglalkoznak nagyfene külföldi tudósok, hogy megalapítják a párhuzamot mondjuk rá a különböző sport edzésekre járó fiatalok fejlődése, illetve a különböző hangszeren tanuló növendékek fejlődések között, illetve hát párhuzamot vonnak le. És itt nagyon sűrű lehet egy olyat találni, hogy a zenedések, illetve a sportolók, azok jobban képesek a koncentrációra, mint például azok a növendékek, azok a diákok, akik ilyen külön aktivitásokon ugye nem vesznek részt. Tehát az első az, hogy itt nem csupán muzsikálunk, hanem elméleti dolgokkal is tömjük annak a drága gyereknek a fejét. Drága szolfés tanárnőm ilyenkor morognak rám, hogy nem szabad így mondani, pedig így van. Igen, tömjük a fejüket, és az nem baj, tehát ez nem rossz. Szélesedik mind a látókörük, valamint találkoznak olyan dolgokkal, amiket különben itt a zenedén kívül nem láthatnának. A Sztefán Mokrányác alsófokú zeneiskolában a feljegyzések szerint 1946. szeptemberében kezdődött meg a rendszeres munka. Igaz, akkor még Városi Zeneiskola néven, mégpedig annak köszönhetően, hogy 1946 tavaszán Darinka Vujic magánének tanárnő sikeres szervezésének köszönhetően állami zeneiskola nyílt a településen. Azóta rendkívül sok tehetséges fiatalt indítottak el a zenei pályán, illetve megszámlálhatatlanul sok gyermek zenei és művészeti neveléséhez járultak hozzá az intézmény tanárai, akik számára saját bevallásuk szerint az alapítás évfordulójának megünneplése minden évben fontos eseményt jelent. Minden évben nagyon fontos, hogy megünnepeljük az iskolanapot, mert egy kisvárosnak nem könnyű egy zeneiskolát eltartania. És hát ez mindig egy olyan öröm nekünk, hogy mégis van zeneiskola, és hogy igenis a városi vezetőségnek is fontosak vagyunk, és nem csak nekik, hanem a szülőknek és a gyerekeknek is, hogy van egy ilyen lehetőség. Ezt mindig nagyon nagy öröm számunkra, hogy megünnepelhetjük. A zeneiskola megalapításának 69 éves évfordulója alkalmából megtartott ünnepi hangverseny különlegessége az elhangzott produkciók mellett az volt, hogy a koncert révén a nagy közönség is megcsodálhatta az intézmény nemrég felújított hangverseny termét is.
Nagy sikerrel mutatta be legújabb előadását a Zentai Magyar Kamara Színház társulata, amelynek a Béka című előadása Csát Géza Azonos című novellájának és naplóinak felhasználásával készült. A sajátos hangvételű előadás szereplői Dévai Zoltán, Nőrinc Tímea, Nésüty Máté, Paparnold, Rutonics Róbert és Virág György. A zeneszerzője Milan Vejnovics, a jelmeztervezője Rutonics Róbert, a rendezője pedig Andrej Boka. A Zentai Magyar Kamara Színház a Béka című előadásának alapját Csát Géza Azonos című novellája és napló részletei alkotják. Az előadás rendezője Andrej Boka ugyanis semmiképpen sem szeretett volna egy konkrét drámából kiindulni, ehelyett inkább az improvizációra helyezte a fő hangsúlyt. Nagyon-nagyon érdekes próba folyamaton vagyunk túl. Igazából ilyen próba folyamatban nekem nem, de szerintem a többieknek se volt része. Ugyanis ennek az előadásnak a fő gerincét, mármint ami a szöveget illeti, a novella tette ki, ugye Csát Gézának a Béka című novellája. És hát ez nem egy párbeszédes novella, a novellának a terjedelme azt hiszem egy ilyen három oldalas mondjuk rá normális szerésben, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes, hogy egy egyórás előadás tud születni egy ilyen, fogalmazunk úgy, hogy rövid szövegből. Az egész úgy kezdődött, hogy kaptunk adott témákat, adott szavakat, adott gondolatokat, érzelmeket, érzéseket, melyekre 10 perc alatt három improvizációs gyakorlatot össze kellett rántani. Nyilván a rendezőnek is volt egy úgymond gyakorlata, úgymond egy jelenete, egy ötlete a fejében, de ha csináltunk valami olyat, ami neki jobban tetszett, akkor abból táplálkozott, abból építkezett. Ami még érdekes a történetben az, hogy ugye Andrej, ő félig magyar, félig szerb, de jobban beszéli a szerb nyelvet, mint a magyart. Nálunk meg tisztelet a kivételnek, de többség jobban beszéli ugye a magyart, mint a szerbet. És ez egy ilyen jó kis tréning gyakorlat volt, mert Boka mind többet is többet beszélt magyarul, mi meg mind többet is többet beszéltünk szerbül. Úgyhogy ezt mondhatjuk úgy, hogy nehézség volt a próba folyamat kezdetén, de igazából egy nagyon-nagyon jó tréning lett belőle a próba folyamat végére. A Béka című előadás bemutatóját megelőző próbafolyamat azonban nem csak emiatt volt sajátos, hanem az alkalmazott munkamódszer miatt is, ami nagyon sok új kihívást rejtegetett a színészek számára, akik ennek köszönhetően valamennyien nagyon élvezték a közös munkát. A Béka próbafolyamata nagyon izgalmas volt, rengeteget improvizáltunk, számítottunk arra, hogy ez ilyen lesz. Eddig is improvizáltunk, de ez a próba folyamat ez tényleg úgy telt el, hogy a rendezőnek, a Bokának volt egy ötlete, és azt mondta, hogy 5 perc alatt 3 improvizáció, körülbelül így nézett ki. Körülbelül megvolt az ötlet a fejébe, hogy mit szeretne, hogy a végeredményképpen, és ezekből az improvizációkból állt össze végső sorban is a történet. Számomra egy nagyon izgalmas próba folyamat volt. Azt hiszem, hogy ilyen jellegű előadást még nem is nagyon csináltunk, ilyen horrorisztikus thriller-szerűen lett feldolgozva ez a, ugye a Csátnak a novellája, a Béka. Hát és számomra izgalmas ez, hogy szöveg nélkül dolgozunk, közel vannak a nézők, és ez egy másik játékmódot követel. Könnyedet hiába ontod, harcok mezei, valahol te tőled távol, ott, ahol senki se játszol, ott harok meg én. 2 hónapunk volt az előadást elkészíteni, és nagyon jó volt a Bokával dolgozni, különösen azért, mert most úgy készítettünk előadást, hogy nem volt kész szövegkönyvünk, hanem csak volt egy a Csát Gézának a Béka című novellája, és hát abból most hogy csináljunk egy előadást. És rengeteget improvizáltunk, helyzeteket, érzéseket, mindenfélét, és hát megszületett végül az előadás. És itt a végén már egy héttel előtte körülbelül el voltunk nagyjából készülve, persze csak szűrőzni kellett, meg kisebb-nagyobb dolgokat helyre tenni, és kaptunk egy nagyon jó biztonságot.
És most ahogy lejátszottuk a bemutatót, én úgy érzem, hogy teljes mértékben fel voltunk készülve, be is járódott az a háttérmunka, mert rengeteget öltözünk benne, és tudtuk élvezni. A fény, a hang és a díszlet, a kosztümök, ez most mind sokkal nagyobb szerepet játszott, mint egyébként szokott, mivel nonverbális szinte az előadás, és rengeteg energiát kellett arra fordítani, hogy most mi milyen színű legyen, hogy mi legyen pregnánsabb, kevésbé pregnáns, vagy hogy sziluettek látszódjanak, vagy valaki teljesen látszódjon. És ez adja meg azt a hangulatát, azt az ízét az előadásnak, amivel szembesül a néző. Az előadás rendezője az elsősorban filmrendezőként jegyzett Andrej Boka, tehát annak ellenére, hogy határozott elképzelésekkel érkezett Zentára arra vonatkozóan, hogy honnan, hova jusson el az előadás, a próbafolyamat során mindvégig arra törekedett, hogy szabad teret hagyjon a színészek számára annak érdekében, hogy együtt alakíthassák ki az előadásban látható szituációkat. A Boka rendezőnk egy kiváló szakember, aki nagyon pontosan tudja, mit akar, azt nagyon pontosan el tudja magyarázni, és közösen lehet vele dolgozni. Egy olyan munka folyamat volt, vagyis egy próba folyamat, ahol közösen próbáltuk megoldani a rendezőnek az ötletét. Szóval egy közös munka, vagyis építés volt, amit Csát megírt maga, meg amit a Boka kitalált, meg amit mi kitaláltunk. Szóval ebből állt össze valójában ez a béka. Ami nagyon izgalmas és jó volt, az, hogy teljesen új módszerekkel, teljesen új dolgokkal operáltunk. Nem megszokott számunkra az, hogy egy szöveg nélküli előadást vigyünk végre, úgyhogy a elejétől végig egy dramaturgiai szál azért követhető legyen, és hogy nagyon pontos és precíz játékkal és vezetéssel lejöjjön az előadás dramaturgiája. Azt hiszem, rengeteget tanultunk, mint színészek, mint színházi emberek, vagy mint olyan emberek, akik egy színházat építenek. Rutonit Róbert ezúttal nem csak színészként vett részt az előadás létrehozásában, hanem jelmeztervezőként is. Saját bevallása szerint ezúttal is igyekezett olyan jelmezeket készíteni, amelyek hozzájárulnak az előadás különleges hangulat, illetve látványvilágának megteremtéséhez, még teljesebbé téve ezáltal a nézők számára azt az élményt, amelyet a produkció megtekintése jelent számukra. A téma kapcsán itt vannak velünk az Entai Magyar Kamara Színház színészei, Lőrinc Témea és Virág György. Sziasztok, szeretettel köszöntelek benneteket. Hogyan éltétek meg egyrészt a próba folyamatot, másrészt pedig magát a bemutatót? Megéltük, túléltük. Hát különleges próba folyamat van mögöttünk. Ilyen fajta munkában még az Entai Magyar Kamara Színházban nem volt részünk. Talán utoljára ilyet az akadémiai éveink alatt csináltunk. Ennyi improvizációs gyakorlatot, ugyanis a Béka című novelláját dolgoztuk fel Csát Gézának, ahol Csát Géza egyes szem első személyben ír. Tehát nincsen főszereplőnk, és a rendező úgy gondolta, hogy akkor miért ne lenne ez Csát Géza. Ennek kapcsán elolvastuk a naplóját, és a fontosabb életeseményeit alapul véve, és azokra improvizálva állt össze az előadás. Timi, te hogyan élted meg? Számomra is nagyon izgalmas volt ez az egész. Végre nem egy meghatározott szöveghez nyúltunk, hanem tényleg itt alkalmunk volt a saját kreativitásunkat használva összeállítani bizonyos jeleneteket. Persze a rendezőnek, a Bokának megvolt az alapelképzelése, hogy honnan, hova szeretne eljutni, tehát hogy álomvilágból a valóságba, vagy fordítva, ez dönts el a néző, de tudta konkrétan, hogy mit szeretne, és mi az általa kitalált témákra, szimbólumokra improvizáltunk, és ő válogatta ki mindig, hogy mi maradt. Gyakran előfordult az is, hogy
valaki kitalált egy jelenetet, és a másik csinálta meg végül, mert hát úgy jött össze, tehát hogy mivel a Gyuri viszi Csátnak az életét, tehát hogy ő jeleníti meg, nagyon sok jelenetet ő kapott meg, de tulajdonképpen ez egy nagyon nagy kollektív munka volt már az elejétől kezdve, az előadás kialakulásáig. Tehát nagyon sok mindent csinálunk mi amellett az előadás alatt, ami a színészeten kívül van. Tehát, hogy mit csináljuk a technikai részét is. Nagyon izgalmas a háttérmunka is. Jó, egy kicsit idegörlő, de tényleg egy embert próbáló ez az egész, mert vannak bizonyos, nem szeretnék lelőni semmit, de nagyon sok technikai dolog, ami így az álomvilágot, a képzeletvilágban előfordul, hogy mozognak a tárgyak, hogy folyamatos csöpögés van, ezt ugyanúgy mit csináljuk. Tehát ilyen szempontból megint csak átéltük azt is, amit a színházi berkeken minden részen csinálnak az emberek. Tulajdonképpen a kosztümtervezést ismét a Robi csinálta, a technikát mit csináljuk, tehát hogy mindenben kivettük a részünket most is. Az mennyiben tette újszerűvé számotokra a próba folyamatot, hogy a rendező ugyan már rendezett korábban színházban, de elsősorban mégiscsak filmrendezőként tartjuk számon? Nem titkolt információ az, hogy eddig egyetlen egy színházi munkája van, az pedig a Kosztolányi Dezső Színházban a Csönd című előadás, és ez neki a második munkája, és nagyon érdekes, hogy ezek az improvizációs gyakorlatok, illetve az ebből született jelenetek, nem csak úgy valamilyen logika mentén egymás után vannak rakva és eljátszva, hanem ezen jelenetek között konkrét filmes vágások vannak. Képekben gondolkozik a rendező. Tehát nagyon sokszor fordult elő például az, hogy egy kész vagy félkész jelenetet a mobiltelefonjával fölvett, és azt elemezve aztán alakított rajta. Tehát nagyon fontos neki a vizuális látvány, illetve a hatás, a filmes hatás inkább, mint a színészi hatás. Az előadásban viszonylag kevés a szöveges rész, és nagyon sok az improvizációs rész. Ez mennyiben nehezítette vagy könnyítette a munkátokat? Hogyan éltétek meg ezt a részét a dolognak? Sokan kérdezték már az előadások alatt, hogy, vagyis után, hogy nem nehezebb ez, hogy szöveg nélkül történnek a jelenetek, és én személy szerint, most nem tudok a többségnek a nevében beszélni, de én személy szerint én sokkal jobban érzem magam az ilyen típusú előadásokban, ahol kevesebb a szöveg, mivel több és nagyobb hangsúlyt tudok fektetni az érzésbeli, amit én fontosabbnak tartok, hogy az érzés vagy egy érzet eljusson a néző felé, mint a szöveg. Mert a színészember hajlamos arra, hogy előadás előtt, ha a szövege van, nagyon rákoncentrál, és emiatt csak az köti le a figyelmét. Tehát, hogy ne blöttyöljön, hogy szépen hangozzanak el a mondatok, és nagyon gyakran emiatt elvesznek bizonyos dolgok. És én ebben az előadásban külön örülök, hogy arra kell koncentrálnom, hogy hogyan tudom ezt közvetíteni, hogy mit érzek. Maga Csát alakja mennyire került hozzátok közelebb, illetve mennyire kerülhet közelebb a nézőkhöz az előadás megtekintése után? Nagyon fura ezt így kívülről látni, vagy belelátni ebbe az előadásba. Nekem még nem sikerült, tehát nem tudom elképzelni sem azt, hogy ez a nézőnek hogyan hathat. És főleg annak a nézőnek, aki nem ismeri Csát Gézát. Úgy gondolom, hogy annak sokkal könnyebb dolga van, aki valamilyen fokon tisztában van Csát Géza életével, ugyanis ezek a konkrét életesemények végigkövethetők az előadáson. Hogy nekem mennyire sikerült közel kerülnem Csáthoz, az soha nem fog kiderülni, magamhoz sikerült közelebb kerülnem. Tehát nem próbálok csátosan viselkedni, nem próbálok olyan gesztusrendszerben működni, ahogyan Csát működött, ezt nem is tudom, hogy működött. Én magamat próbálom játszani, és magamat olyan helyzetekbe hozni, vagy olyan élményekből táplálkozva létezni a jelenetben, ahogyan Csát létezhetett az életében. Tehát nem Csáthoz kerülök ezáltal közelebb, hanem saját magamhoz. Aki még nem látta az előadást, az a következő hetekben ugyan nem tekintheti meg, de azt követően mindenképpen érdemes megnézni az Entai Magyar Kamara Színházban. És hogy miért nem tekintheti meg a következő hetekben, annak egy nagyon fontos oka van, mert hogy Sopronban lesztek.
Hát igen, megyünk Sopronba, 3 hétig leszünk ott, vendégjátszunk a Káró katonák című előadásunkkal, meg a legkisebb boszorkánnyal, tehát hogy az első, azt hiszem, 10-9 napban a Káró katonák lesz repertoáron, utána pedig a boszorkány, és elő fog fordulni, hogy naponta 2-3 előadást is le fogunk játszani. De így egy ilyen próba folyamat után nagy részt mi egy kis üdülésnek fogjuk ezt megélni, ezt a soproni kirándulásunkat. Milyen várakozásokkal tekintetek az ottani vendégszereplésre? Hát mi reméljük, hogy minden sikerül, amit szeretnénk. Megpróbáljuk, igazából én úgy élem meg, hogy megpróbáljuk elvinni a Zenta hírét Sopronba. Tehát, hogy hagyjunk ott magunkból valamit, és az ottani embereknek eszébe jusson az, hogy aha, Zentán van egy színház, ahol minőségi produkciók vannak, ugyanis én ezt a két produkciót, mind a kettőt nagyon jó előadásnak tartom, a maga nemében természetesen, úgyhogy szeretnénk, hogyha soproniak pozitív élményekkel gazdagodnának. Mennyiben mondhatnak mást, vagy mondhatnak-e mást ezek az előadások az ottani közönségnek, mint az itteninek? A Káró katonák biztosan, ugyanis a Káró katonáknak nálunk hagyománya van, lévén, hogy kötelező olvasmány az iskolában. De én nem tudom, hogy Magyarországon ismerik-e egyáltalán a Káró katonákat. Nem tartom kizártnak, hogy nem, de biztos vagyok benne, hogy nem az érzés van bennük az előadást nézve, mint a vajdaságiaknak, akik magukénak érzik ezt a dolgot. A legkisebb boszorkány az meg azért lesz érdekes, mert az egy gyerek előadás, és a gyerekek reakciója mindig borzasztó érdekes. Hogyha visszatértek 3 hét után, akkor mire készültök még az idei évben, illetve az idei évadban? Hát a karácsonyra készülünk az évben, és folyamatosan játsszuk az eddigi előadásainkat, ugyanis most a béka próba folyamat alatt, meg ez a soproni kirándulás, azt hiszem, hogy picit rányomta bélyegét arra, hogy nem játszottunk eleget Zentán, és kell, hogy játszunk, és szerintem ez a maradék idő az évben arra fog rámenni, hogy a meglévő előadásainkat játsszuk, beleértve még a tavaly készült vizsgáinkat, tehát amennyit csak tudunk, szerintem ebből játszani fogunk. És ami az évadbeli terveket illeti? A következő produkció az egy gyerekelőadás lesz, amit Káló Béla fog rendezni, utána pedig Mezei Kingával fogunk dolgozni majd a tavasszal. Egyébként nekem más színházi programjaim, hogyha nem jönnek közbe, akkor nincsenek terve. Gyuri, inkább te mesélj, hogy vannak amatőri. Vannak terveim? Igen. Terveim, azok vannak tulajdonképpen, de nem konkrétak. Beszélj a gyerekekről. Milyen gyerekekről? Hát nem is gyerekek. Jó. Tehát Adána, az Adai Színtársulat néhány tagjával próbálunk fölzárkózni egy olyan művészi szintre, ami közelebb hozza őket a színházhoz. Tehát ez nem merek projektről beszélni, hiszen nem az a célom, csak hát közelebb hozom őket a színházhoz. Lesz-e majd ennek egy konkrét kézzelfogható eredménye? Reméljük, hogy lesz a közeljövőben, csak hát most időszűke miatt én sem tudtam megfelelően eleget tenni ennek a dolognak, meg szanaszét vagyunk. Érdeklődéssel várjuk akkor azt is, és akkor sok sikert, vagy ahogy nálatok mondani szokták, kéz- és lábtörést a soproni vendégszerepléshez. Köszönjük szépen, hogy előttetek. Műsorunk folytatásában sport. A Zentai Bódó Klub versenyzője Kéri Valentina nemrég aranyérmet szerzett a spanyolországi San Sebastianban megrendezett ifjúsági kickbox Európa bajnokságon. Halász Mihály tanítványa ezzel folytatta idei remek sorozatát, hiszen az ifjúsági és a felnőtt versenyeket is figyelembe véve mindössze egy vereséget szenvedett a döntőben. A többi torna, amelyen elindult, az ő győzelmével ért véget. Kiváló technikáját és hatalmas erejét nem csak a versenyeken, hanem az edzéseken is bizonyítja a Zentai Búdó Klub kiválósága Kéri Valentina. A nemrég megszerzett Európa-bajnoki cím nagyon sokat jelent számára. Nagyon izgultam, szinte végig ilyen
ideg volt bennem, hogy kik lesznek az ellenfeleim, és hogy milyenek lesznek, és vajon hogy harcba tudok-e velük szállni, hogy én vagyok-e olyan erős, mint ők. Négyen voltunk ugye a súlycsoportban, mivel az orosz lány kiesett, így maradt a litván, a horvát, én és a bosnyák lány. Az elődöntő az könnyebben ment, vagyis számomra igen könnyebb volt, mondhatni, hogy zökkenőmentesen, de a döntő volt az, ami igazán kihívás volt, mivel a bosnyák lánynak volt egy ilyen specialitása, ilyen parasztlengő, amit ő nagyon jól alkalmazott, és ez egy nagyon veszélyes technikája neki, mert hogyha nincs fönt a kezünk, akkor hogyha tisztán betalál, akkor akár egy KO-val is végződhetett volna a meccs, de átbeszéltünk mindent az edzőmmel verseny előtt, és ezzel nem volt végül is aztán különösebb gond. Az első menet az olyan szoros volt, de egy-két ponttal vezettem. A második menet az nagyon jó volt, ott éreztem, hogy az enyém az a menet. A harmadik menetben még ugye mind a ketten már fáradtunk, de azzal se volt különösebb olyan gond, de szóval amikor már beléptem a ringbe, akkor már elment az idegességem, úgyhogy nem volt ezzel se annyira gond, csak a meccsre koncentráltam, és szerintem ez az, ami így sikerhez vezetett, és persze, hogy az edzőm, ahogy a instrukciókat adott a sarokból, úgyhogy minden rendben volt szinte. Még most se fogtam fel igazából, hogy Európa bajnok lettem. Igazából úgy vagyok vele, hogy még aznap akkor ilyen nagyon boldog voltam, de másnap már úgy volt velem vele, hogy tovább edzek, mert ugye az edzőm egyszer mondta, hogy minden bajnok egy napig bajnok, utána tovább edz, ugyanúgy, mint a többi, és készül a következő kihívásra. Úgyhogy igazából még tényleg úgy nem vagyok tudatában ennek az egésznek, és szóval úgy érzem magam, mint ugyanaddig akármelyik verseny után, hogy mint egy közönséges ember, úgyhogy nem változott ezzel semmi, bár egy dicsőség, de ugyanúgy folytatom az edzéseket és edzek tovább, mert nem váltott ki bennem olyat, hogy most Európa bajnok vagyok, és akkor most nem tudom, mi van, úgyhogy ugyanúgy folytatom a további edzéseket, és várom a következő kihívásokat. Edzője szerint ereje és technikája mellett Valentina legnagyobb erőssége a munkamorálja, ami rendkívül fontos, hiszen ez nélkülözhetetlen ahhoz, hogy valakiből bajnok lehessen. Tinának szerintem a legnagyobb erőssége a munkamorálja. Tehát ami egy alapvető dolog bármely embernél, aki eredményt akar elérni, akár a sportban, akár bármely területén az életnek. Tehát csúcseredményeket úgy a tudományban, művészetben, tanulásban, munkahelyen, akárhol, csak egy megfelelő, igen pozitív hozzáállással lehet. Majdnem, hogy ő a húzóerő, ő kell, hogy legyen a húzóereje ennek az egész történetnek. Mert hogy ez fordítva van, hogyha teszem azt az edző az, aki noszogassa a tanítványait, vagy esetleg a munkáltató a munkásait, akkor ez olyan munka. Hogyha én ide érek az edzésre, és ő már itt van az ajtóba, holott én mindig előbb érkezem, akkor én azt tudom, hogy ő ezt akarja. Hogyha úgy kell felhívnom valakit, hogy na mi van, nem jössz edzésre, vagy miért nem, mert péntek van, és akkor mindjárt megyünk bulizni, meg mit tudom, abból bajnok nem hiszem, hogy lesz. Ez az ő legnagyobb erősségeinek egyike talán. A másik az, hogy igen erős. Nyilvánvalóan ehhez hozzátett az a tény is, hogy ő egész életében sportolt, most is foglalkozik, talán másodrendben ugyan, de foglalkozik kézilabdával is a helyi kézilabdaklubban. Tehát egész életében a sporttal foglalkozott, és valószínűleg ott is valamilyen ilyen hozzáállásra nevelték. Úgyhogy én nekem tulajdonképpen csak egy bizonyos csiszolásra volt itt szükségem, meg hát megtanítani boxolni, meg kickboxolni. Ugye, és mint ezt a szemléletet példa is mutatja, ez elég jól sikerült, és hát a jövőben is gondolom, hogy ez így fog lenni. Az újdonsült Európa-bajnok és edzője úgy döntöttek, hogy az idei belgrádi világbajnokságot kihagyják. Ugyanis Valentina most elsősorban az idén megkezdett egyetemi tanulmányaira kíván koncentrálni. Jövőre azonban újra harcba száll majd, ugyanis a felnőttek nemzetközi mezőnyében is mielőbb bizonyítani szeretne.
Kedves nézőink, ennyit készítettünk mára, köszönjük, hogy velünk tartottak. Amennyiben bármilyen kérdésük vagy javaslatuk van műsorunkkal kapcsolatban, keressenek bennünket a képernyő alján látható elérhetőségek valamelyikén. Egy hét múlva újabb aktuális témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak akkor is velünk. Viszontlátásra! Műsorunk fő támogatói a Magyar Nemzeti Tanács és a TM People International Kft.